Fekete megy, Májusi megy, Príma megy. Bárhogy hívjuk, Bács-Fekete hegy, erről híres. Már-már igazi kultusz épült köré a településen, így egybe kötötték a falu nappal is. Pákkarcsi bácsi azt ajánlta, hogy a megyet úgy tudja, hogy senki nem szereti szedni, a megypálinkát meg mindenki szeret enni, mindegy, milyen nyelven dicséri az urat, és egyhangulag elfogadtuk. Viccesnek hangzik, de ez való igaz, és senkit nem sért. Mindenki elfogadta magának ezt a falunapot, hogy megy nappal együtt van. A faluban nagyjából 3500 megyfa található. A feketicsi megy ízletes, nagyszemű, vitamindús. A színes sötét bordó szinte fekete. Antioxidáns tartalma 70%-kal magasabb, mint a többi ismert megyfajtának. Évente akár 500 tonna megy is szokott teremni, de idén a fagy jócskán megtépázta a termést, ahogy a bácsfeketehegyiek mondják, elvitte a köd a megyet. És amelyik növényt, állatot, embert gyógyszerrel kell védeni, az már nem egészséges, nem természetes dolog. És a feketicsi megy pont ilyen, tehát ő semmilyen védelmet nem igényel. Betegségnek, mindennek ellenáll. A monília az egy olyan halálos betegség a megy és cseresznye félékre, de a mi megyünk, a feketicsi megy, az egyszerűen ellenáll ennek. Hát amikor olyan nedves, ködös idő van virágzáskor, megyvirágzáskor, amikor a monília nevű gomba nagyon támad, akkor a feketicsi megy azt teszi egyáltalán, hogy lerúgja a virágját, abban az évben nincs termés, de a monélia fertőzést nem engedi be a testébe. Még erre azt mondjuk feketicsen, hogy elvitte a köd a megyet, de a megyfa megvédte önmagát, lerúgta a saját gyermekét, a saját termését, csak azért, hogy ő egészséges maradjon, és jövőre újra tudjon megyet adni nekünk. Megypálinka, megypor, lekvár, sütemények. Ami szemszájnak ingere, mind látható és kóstolható ilyenkor a kirakodó vásáron. Mink csinálunk megylikört, megypálinkát, megylekvárt, illetve megycsatnit, az úgynevezett fűszerezett lekvárt. És ez saját vagy vásárolt megyből készítik? Ez nekünk saját megyünkből készül. Milyen volt idén a termés? Meg lehetett csinálni ezeket a termékeket az idei termésből? Ahhoz képest, hogy áprilisban volt fagy, mink úgymond meg vagyunk elégedve, meg lehet csinálni mindent belőle. A kirakodó vásár asztalain helyet kaptak a különböző házi termékek is. Sonka, kolbász, sajt. Ezeket is meg lehetett kóstolni. Ezek mind olyan típusú étkek és italok, amelyek a családi gazdaságban teremnek meg. Tehát minden onnan indul, egészen a magocskától a kész gyümölcsig, vagy a kismalasztól a kész sonkáig és kolbászig és kulenig. Tehát ez úgy működik, hogy nem én vagyok a termelő igazából, hanem a feleségem szülei, akik igazán értenek ehhez, és konyhakerttel foglalkoznak, állattenyésztéssel foglalkoznak, növénytermesztéssel foglalkoznak, és akkor így alakult ki tulajdonképpen az, és úgy is működik, mint a régen, ahogy egy gazdaságban, egy vidéki gazdaságban tulajdonképpen mindent megtermel saját magának az ember.
A paprikás főző verseny már tradíciónak számít. Idén 45 csapat bográcséban rotyogtak a finomabbnál finomabb paprikások. Hát egy paprikás titka először is a jó hangulat, utána pedig a többi az jön magától. Erről a hangulatról a topolyai Stevie és Deki együttes gondoskodott egész nap. A bírálóbizottság tagjai között volt Gelei Tamás, magyarországi mesterszakács, zöldség és gyümölcs szobrász. Az ételeknek tulajdonképpen egy megfelelő állagának kell lenni, egy szaftosnak, egy színének kell lenni, ami piros legyen, szép legyen, tehát egy minőségi paprika legyen benne, és az ízek harmóniájának kell dominálni. Tehát, de viszont ugye, amit mondtam is az elején, hogy a helyi szokásokat, ízesítéseket mindig figyelembe kell vennünk. A vásári forgatagban a bácskai ízek, kalandok és kulturális értékek fejlesztése elnevezésű nyertes IPA projektet is bemutatták. A határon átnyúló pályázat, amit a Szankiakkal és Iskumajsával, Móricz Gáttal, Csolymos Pálossal, nem tudom, és ugye Bincs Bácsokat együtt valósítunk meg. Ennek több részből áll, van egy turisztikai része neki, amely egy turisztikai útvonal kiépítésére szolgál, bele fogjuk vonni az itteni termelőket, csinálunk egy turisztikai térképet, ahol meg tudja bárki, bármikor nézni, hogyha Bácsokat egyre jön, mit hol tud venni, milyen áron el tud menni a termelőkhöz, ott szívesen látják őket. És van egy másik, egy beszerzés része, amit külön ezt a sátrat, amit mögötten állunk, ugye egy ilyen rendezvénysátor nagyon kellett már a falunak, hármat szereztünk be belőle, sörpadokat, sőt, ráadásul okospadok lesznek kihelyezve a projekt keretén belül a falu több pontjára, ebből kap Szlovtyanác is, és Kishegyes is egyet. Ez egy okospad, ahol internet van, kábel, töltő, tehát ez egy ilyen mai modern világba kielégítő, a fiatalok igényét kielégítő pihenési lehetőség, valamint be fogjunk szerezni egy nagykapacitású őrlő, szállító és gyümölcs és növény, gyógynövény szállító gépet. Az Én falum és a Megy című képzőművészeti és irodalmi pályázatra óvodások és általános iskolások jelentkezhettek. A nyertes alkotásokat a Kultúrotthon előtermében állították ki a Megynapok alkalmából. Ugyanitt a Hestia Nők Egyesületének kézi munkáit is meg lehetett tekinteni. Igyekszünk ugye a magyar hagyományos kézimunkákat is megtanulni, elsajátítani és ugye feldolgozni, habár most annyira hagyományos munkákat éppen nem hoztunk, hanem egy kicsikét megyes és rózsás és modernabb munkákat állítottunk ki. A rendezvény keretében vasárnap istentiszteletet is tartottak.
És különösen fontos most, hogy amikor visszatér az élet a régi kerékvágásba, hogy odafigyeljünk ezekre az eseményekre, hogy ne forgácsolódjon szét ez a kicsi közösségünk, hanem tényleg tartsunk össze, próbáljunk meg összefogni. Nem mindig jellemez bennünket ez, de én azt gondolom, hogy szép példája itt a falunak, hogy minden szinten össze tudunk fogni. Új régi kezdeményezést is próbálunk megvalósítani. Istentisztelet ugyanálunk minden vasárnap van, ez egy fontos gyülekezeti esemény, ennek is megtartó ereje van. És most hosszú kihagyás után a helyi művelődési egyesülettel is összefogtunk, úgyhogy lesz egy kicsit alkalomszerű kulturális program is. Ennek van egy olyan célja, hogy ugye gyerekek is fellépnek, felnőttek is. Talán meg tudunk olyan embereket szólítani, akik máskor nem jönnek el. A gyerekek a szülőket is elhozzák az istentiszteletre, mert fontos az Isten házában ott lenni minden vasárnap, ünnepnap, mert Isten igéje az csak jót mondhat, ami számunkra biztat, erősít, vigasztal, és így tovább.